Elismerte az ukrán vezérkar, hogy az oroszok kiszorították az ukrán hadsereget Szeverodonyeckből, a helyi vegyi üzemet azonban még nem sikerült elfoglalniuk az oroszoknak. A kelet-ukrajnai városért egyébként hetek óta ádászharcok folynak. Közben a moszkvai védelmi tárca ismét arról számolt be, hogy amerikai és európai fegyvereket pusztítottak el. Visszatértek a végzős diákok, hogy egy tánccal búcsúzzanak iskolájuktól a kelet-ukrajnai Harkivban. Nem csupán az intézménytől vettek azonban búcsút, de magától az iskolaépülettől is. Rakétatámadás érte ugyanis, és kiégett a tanintézmény évszázados épülete. Közben a Szakadár-Donyecki terület hírügynöksége szerint 3 civil vesztette életét, és 4-en megsebesültek hétfőn egy piacon az orosz barát fegyveresek által ellenőrzött Donyeck városában. Sűrű füstfelhő ereszkedett az Azot gyártelepre a Rianovasti orosz hírtelevízió felvételein. Heves harcok dúlnak a Szeverodonyecki vegyi üzem területén, a kijevi védelmi tárca szerint még tartják állásaikat az ukrán védők. A hadsereg szóvivője azonban közölte, csapataik kiszorultak a város központból. A légi támogatás mellett előretörő ellenség részleges sikereket ért el, és sikerült kiszorítani a csapatainkat Szeverodonyeck központjából, közölte a szóvivő. Hozzátette, már csak egy híd köti össze a várost és az utánpótlást jelentő nyugati országrészeket a Donyecz folyó fölött. Ha az orosz légi csapások ezt is elpusztítják, a város sorsa végleg megpecsételődik. Szerinte csak a korszerű nyugati fegyverek tudnák megfordítani a harcok menetét. Sikerekről számolt be az orosz hadsereg. A moszkvai védelmi tárca szerint amerikai és európai fegyvereket pusztítottak el. Nagy pontosságú levegőföld rakétákkal nagy mennyiségű fegyvert és hadifelszerelést pusztítottunk el Udacsni közelében, amelyeket többek között az Egyesült Államokból és európai országokból szállítottak az ukrán nacionalistáknak, mondta a tárca szóvivője. A megszállt területek katonai igazgatása pedig arról számolt be, 4-en megsebesültek, amikor pokolgép robbant az orosz ellenőrzés alatt álló Melitopolban vasárnap. Az orosz hadsereg szerint az ukrán kormányerők állnak a háttérben. A bomba ugyanis akkor robbant, amikor Oroszország napját ünnepelték a városban. Az ukránok nem ismerték el, hogy ők állnának a robbantás mögött. Azt azonban ukrán források is megerősítik, hogy a megszállt területeken erősödik a partizán tevékenység, és rendszeresek a támadások a megszállt erők és az azokkal együttműködő ukránok ellen.